Mivel az nincs tömeg fele, nem tudja, hogy miről van itt szó, ezért el kell mondani. Eddig a... Talán nem tör ránk a tákolmány. Eddig a táborban ilyen téma még nem fordult elő, hogy videójátékokról legyen szó, annak ellenére, hogy nagyjából mindenki játszott már egy videójátékkal, valószínűleg mostanában is, rajta kívül, és soha nem tudta, hogy miről van szó. Én még gyukokat megyek vetetni a hátsó kertben. Szóval játszott a munkahelyedre, ahol a számítógépet művésztek már kettőre találkozott. Mindegy. Az írógép a sátán művel. Mivel pontosan az írógépnek már nem szabad, amis közösségben vagyunk most is, mint látszik. Hölgynek sok kocsához, mert mindjárt meg lesz. Mivel ez az első, ezért a kezdetektől fogunk elindulni. Ő ugye retro videójátékokkal foglalkozik, nagyon híres youtuber. Itt innen mindenki ismeri nagyjából. Egy szálpetből a szálpetit. Kérünk egy csatorna nevet. Hát mégis... Atarian néven van fönn, tehát hívjáról, hogy Atarian így beírod, ami ott fönn látszik is amúgy a logó, akkor igazán megfogod. Tehát Atarian. Igen, de amúgy a nevemet úgy írtam föl, hogy M3-as, nagy M, nagy B, 3-as, R, kiser, kiser, minden más foglalt volt. Tehát muszáj volt egy ilyen szép kombos. Szerintem azt akartam én, hogy Atari I-man, de I-am, de az M nem, az Atarian az úgy szép, az úgy jó hangzik. Ahonnan még lehetne őt ismerni, korábban animéket trollkodott szét, illetve rossz animéket trollkodott szét, az a csatorna ügyelet volt? Ugyanezen van rajta minden, tehát nem változtattam. Reméltem, hogy a feliratkozók követni fogják továbbra is, ami némileg nem így történt, vagy pedig a feliratkozókat meggyilkolta valaki időközben, az is lehetséges. Az valószínű szerintem, ugyanis mindenki... Más nem tudom megmagyarázni. Inkább az van, mindenki inkább játszik, és azért nem nézi a csatornát. Ez is benne van. Szóval nagyjából őről van szó, hogyha ezt befejezte, ezt az előadást, valószínűleg nagyon jó lesz, én legalább is nagyon remélem, akkor csináljuk egy kerekasztó beszélgetést négyen, itt akik itt vannak, félig technikusok, félig meg mi, és a retro és a modern videójátékokat fogjuk összevetni, valószínűleg el egyik kedves vitában, nyugodtan bele lehet majd szállni, nagyjából ennyi. Szépen köszönöm az itt összegyűlteknek, és jó, hogy magas pöpnél kitakarom szerintem a felét a diáknak. Akkor el is indítom a diát, és reményeim szerint nem lesznek technikai malőrök, mert az én életemnek az amúgy egy szerves részét képezi. De valom, hogy a kollégáim meg az ismerőségek között úgy konferáltam fel, hogy ez majd egy gyerektábor lesz, azért egy kicsit megnyugodtam, hogy nem kell lemenni a gügyögés szintjére. No, ha kérdezni akarom tőletek, akkor jelenleg milyen játékokkal játszotok? WoW, LOL, Dota, ezek mennek úgy körülbelül? És mi a legrégebbi, amit úgy nagyjából ismertek? Nagyon jó. Nem kell határisat mondani, mert itt többnyire nem Atari játékok lesznek. Tehát ez a téma az érdekes, hogy nekem is új volt, mert én bevallom nektek, hogy inkább szeretem az ilyen mászkálós, platformugrabugrálós, ilyen lövöldző cuccokat. Az RPG-hez meg gondolkodni kell, az mert nekem általában nem szokott menni. Szóval tovább ugrunk, ugye ott a szépséges neve, hőskora a kalandjátékoknak. Azért is a hőskora, mert ugye mindig úgy szokták elemezni, hogy van egy mindennek egy hőskora, egy kezdete, amikor ugye kísérletezgetünk, amikor próbálunk egyáltalán kialakítani ott műfajt, utána van az aranykor, amikor ugye még általában független fejlesztések vannak, egy-két ember csinálja ezeket a programokat, és ezek szoktak általában a legkreatívabb alkotások lenni, és utána szokott jönni ez a profitorientált kor, ami gyakorta most a videójátékoknál is tapasztalható, hogy már inkább franchise-ok vannak, profi csapatok vannak, és profi marketinggel, míg mondjuk a 80-as években ugye a világ nagy részén ugye egy-egy ember fejlesztette a játékokat, és sokszor tényleg zacskókba csomagolva árulták, úgyhogy fénymással volt hozzá a menüval meg a borító, és lesz egy pár sztori, ami remélem eszembe fog jutni a játékok kapcsán. Amit majd megosztok veletek. Nagy részét egyrészt a Wikipédiáról loptam, a másik részét pedig a Beregi Tamásnak a Pixel Hősök című könyvéből. Én mindenkinek ajánlom megvételre, mert szerintem nincs még egy ilyen részletes videójátékokkal foglalkozó könyv a magyar kiadásokban. A háttérre pedig egy órányi középkori zene fog szólni, mert véletlenül van egy ilyen a gépen, aztán miért ne. Egyéni perverzió. Hát kezdjük el, hogy hol indult az út. A lényeg, hogy az Adventure című játékból ez a kis négyzet, ami a játékos igazából, ő az utazó, a hős, az avatár igazából úgy írja a menüből, ő fogja mutatni, hogy hol tartok a beszéd, de azért egyszínű amúgy a nagyjából a háttérrel, mert a Atari 2600-asban ugye
két darab sprite van, van két darab lövedék, és egy darab labdának nevezett ilyen sprite-szerűség, ami igazából egy négyzet lett, és az a négyzet mindig olyan színű, mint az előtér. Úgyhogy itt pont nem egy kellemes dolog, mert az alkotó az a labdát volt kénytelen használni ugye magához a karakterhez, mert a több, mert nem volt több. De majd úgyis ez a játék szóba fog kerülni. Ugye többnyire a Tolkien regények és a Dungeons and Dragons iklette magát a szerepjátékos műfajta videójátékban, és nem csak ugyebár a papíralapúakban. Az első próbálkozások ugyebár a szöveges kalandjátékok voltak, és ezek még többnyire ilyen egyetemi mainframe számítógépeken futottak, terminálokhoz kellett leülni, volt egy központi számítógép, igazából azon volt a program, és méreg drágán kb. 15-16 dolláros órabérért lehetett ülni a gépek elé, ami akkoriban az elég brutális pénzösszegnek számított óránként. És ezt követően volt az, hogy igazából a kalandjáték műfaj és a szerepjáték műfaj az ugye elkülönült egymástól, az elején még ugye egybeindult a kettő. Én azt szoktam mondani, hogy a kalandjáték az inkább magáról a környezet felismeréséről, a tárgyak használatáról szól, még a szerepjáték az inkább a karakterekről és inkább a körük szőtt történetről, meg magáról a karakternek a fejlődéséről. Az első platformok ezek a csodálatos mainframe számítógépek és terminálok voltak. Hoppá! Igyekszem. Azt mondjuk majd, hogy futószalag volt a lábam alatt. Szóval, ha elmentek a Neumann János Számítógép Tudományi Társaságnak a szegedi agórában lévő kiállításába, akkor ilyen gépekben nagyon sokat fogtok látni. Van, amelyek 27 szekrényben áll, szerintem egy csodálatos látványt nyújtanak, és rendkívül izgalmasak ezek a régi, hatalmas, többnyire tranzisztoros, illetve még néha napján integrált áramkörös gépek. Tehát ezeken születtek meg az első programok. Ugye próbáltam magamnak így definiálni, hogy mi az a szerepjáték, mert bevallom, hogy nekem egy kicsi, egy újdonság maga a téma, mert viszonylag kevéssel játszottam életem folyamán. Remélem ez nem tesz túlságosan hiteltelenni. Az elsőmre gondoltam azt, hogy a karakterközpontúság, tehát ahogy mondtam, hogy a kalandjátékban inkább ugye a környezetről van szó, míg a szerepjátékban igazából, míg egy normális játékot 6 óra alatt ki tudsz játszani, de szerepjátékban 6 óra alatt rakod össze a karaktert, amivel elindulsz az elején. Tehát ez egy hatalmas különbség. A hatalmas bejárható világ szintén nagyon fontos dolog, és ez már a legelső, nagyon egyszerű, nagyon nem primitív szót akartam mondani, tehát nagyon célorientált dungeon crawlerekben is, vagy több millió szóba is akár van bennük, tehát ugye ezt tesz az egész játékot izgalmas, mindig vannak új felfedezhető részek. Edith fajok, kasztok, foglalkozások, mágiaosztályok vannak benne, tehát nem arról szól, hogy fogok egy sátánt a kezembe, és végülövök mindenkit, aki szembe, hanem gondolkodni kell, rengeteg agyalni, hogy mi ellen mi jó, ugye. Illetve az, hogy melyik fejlődésben milyen más fejlődés következik, tehát ugye ez is egy nagyon fontos dolog a szerepjátékoknál. Ugye ez a komplex fejlődési rendszer, mondta, hogy vannak benne NPC-k, tehát nem arról szól az egész, hogy milyen kis szarrá lövök mindent, ami szembe jön, hanem azért vannak semleges karakterek, meg vannak olyan karakterek, hogy a viselkedésünk alapján foglalkoznak velünk, tehát vagy megtámadnak minket, vagy questeket adnak, vagy segítek nekünk, tehát ez is egy olyan komplex dolog, ami igazából inkább hajaz a való életre szinte, mint az egyszerű videójátékokra. A non-linearitás. Na ez volt az a szó, amit gondolkodtam, hogy ha eljövök és itt tizenévesekkel kell beszélgetem, akkor nem tudom, hogy fogom elmagyarázni. Tehát az, hogy nem az van, hogy mint egy rail shooter, vagy megyek végig, és akkor tényleg meg vagy mit kell csinálnom, és igazából memorizálok, újra tanulok és ismételek, és akkor az alapján jutok előre, hanem van egy hatalmas újrajátszási faktor, illetve ugye ezeknél a játékoknál nagyon fontos az, hogy mi magunk döntjük el, hogy milyen irányba viszük magát a történetet is. Tehát egy rendkívül átgondoltnak kell az egésznek lennie. Én a lebilincselő történetet az csak így pluszba raktam oda. Ennek az oka, hogy amit látni fogjuk, hogy az elején azért ez annyira nem volt fontos, hogy inkább a karakterfejlődése, a szörnyek mészállása volt a központban, és a történet az kimerül annyiba, hogy meg kell találni egy kristályt, és ki kell nyírni valakit, aztán el van intézve a történet. Morális kérdések, ez ha jól emlékszem, az Ultima kapcsán került elő, hogy belenyomtak egy ilyen elemet a későbbi részekben, amiről én természetesen nem fog beszélni, az nekem már túl modern, hogy most jó vagyok-e vagy rossz, és akkor ez alapján adta a játék a fejlődéseket, tehát ez megint csak egy olyan dolog, ami az alapjátékban nincs benne, hogy jó és rossz oldal között választhatok. Illetve a multiplayer lehetősége, ugye a régen, hát igazából régen mindent multiplayerben játszottak az emberek, hogy leültek egy asztalhoz, volt egy mesélő, és akkor ugye, még sőt ez ma is így történik ugye a klasszikus papíralapúaknál, de ugye, hát igen, persze itt körülöttünk így zajlik, viszont ma különösen fontossá vált ugye a multiplayer az ilyen szerepjátékokban, hogy az internet elérhetővé vált mindenki számára, és én kicsit talán sajnálom is, hogy a single player az annyira most már ugye háttérben van, és játtevődött a játék maga
nem csak hogy a szobából, mert ugye régen lehetett úgy is játszani, hogy volt négy kontroller, és akkor négyen játszottunk, ma már inkább elvárják azt, hogy legyen internet kapcsolat, mi abban az esetben is, hogyha majdnem egy gépen akarunk ketten játszani. Ebben az idő múlását raktam még bele, hogy nem az, hogy van egy statikus terület a legtöbb modernebb RPG-ben, hanem ugye meg vagy, ha valamikor jó helyen vagyok, akkor ott valami történik, és azt szerint alakul a történet tovább. Hol? XP fal ugyanezt, tehát, hogy változik folyamatosan, tehát ez megint csak növeli magát a non-linearitás, ez újrajátszás faktor, mert úgy új dolgokat tudsz felfedezni. Az ugrás hang amúgy a Pitfallból az ugrás hang. Ugye az első, amit itt kivasz, az a Temple of Afshai, nem tudom, hogy kell helyesen kiejteni, mert ezekben a fantasy nevekben mindig is úgy meg voltam lőve, főleg az ilyen ork neveknél, hogy most már vannak ilyen generátorok is a neten, amik így összerak neked komplet fantasy neveket, kell 20-at is egy tucatba. És olyan érdekes, hogy nem tudom mindig, hogy kell kiejteni őket. Ez volt gyakorlatilag a legelső, amit a készítő, akinek nem tudom megjegyezni a nevét, mert borzalmas névmemórián van ő maga, inkább lehet ideálok, és akkor látni fogjátok, hogy a szöveg az mindig itt látható. Maga jelentett meg, az édesanyja rajzolta magát a borítót, ha jól tudom, vagy nem tudja enni a játék, tehát volt ez pontos így, de nagyon sok esetben tényleg valamilyen családtag készítette. A játék legelső verzió az a TRS-80 nevű ősszámítógépre jelent meg, aminek amúgy a Videogy nevű japán klónjának a magyar klónja volt a Híradás Technika 1080Z/61-es számítógép, amivel az öregebbek talán találkozott a kiskolában, mert egy ilyen oktató számítógép volt. Hát így nézett ki a játék, tehát azért kellett használni a képzelőerőt hozzá elég rendesen, hogy ugye bele tud élni magad, míg a Commodore verzió az már azért viszonylag tartalmazott grafikának nevezhető valamit is. Tovább megyünk. Több mint 5000 eladott példány volt, és érdekes módon sok későbbi szerepjátékot ezzel megelőzött, valószínűleg azért is, mert az legelső volt, ami ilyen grafikusan meg volt oldva. 4 várbörtön szint van benne, plusz van benne egy bónusz szint, ami sokkal nehezebb az előbbieknél. 200 szobánál több van, és 30 szörnél több. Körökre osztott, tehát nyilván ezeknek a többsége nem valós időben játszott, mert programozás szempontjából egyszerűbb is volt a körökre osztottság, lényegesen. És 6 fejlesztő tulajdonság volt benne, amit a Dungeons & Dragons-ban emeltek át. Valamint volt benne egy bolt a játék elején, illetve ha mentetállás indultál, akkor egy boltba kerültél, ahol alkudozni kellett magával az eladóval, és hogyha túlságosan popátlan volt, akkor megsértőd, és utána még drágában adta a cuccot, mint a kiindulási ár. Tehát erre vigyázni kellett azért, hogy ne vidd túlzásra meg. Már ebben a játékban is benne volt, hogy bizonyos mennyiségű tárgy lehetett nála, tehát megvoltak ugye a súlyok. De nem úgy van, mint mondjuk egy Quake-be, hogy van 70 darab fegyver nálad, és valahogy a karaktered azt elbírja, nem erre nagyon ügyelni kellett. Illetve a szövegkönyvbe volt leírva minden, tehát most ez akármi lehet, ez a szoba, lehet egy kripta, lehet egy erdő, akármi, és a szövegkönyvben minden egyes szoba le volt írva, hogy mit tartalmazott, és ami nekem nagyon tetszett, hogy az egyik szörntípusnak a vanília illat volt a jellemző, hát elég érdekes szörny lehetett, a dezodorjáról azért megkérdezném. Tehát az a lényeg, hogy ugye az alapján kellett elképzelni magát az egészet, ami körülöttünk zajlik, és története nem volt. Tehát ez egy klasszikus dungeon crawler, a bolttán lemész a dungeonbe, legyilkolsz mindenkit, amikor már van elég pénzed, meg XP-t, akkor fejlesztesz magadon, visszamész vásárolsz újzatot, és megint visszamész gyilkolni, és körülbelül erről szólt az egész. De igazából mind a mai napig van egy kultkör, amelyik nagyon szereti ezt a játékot. Ha tovább megyünk, az egy kis részlet a játékból lesz, ha jól sejtem, a Commodore 64-es verzió lesz. Ugye a nagy része szöveges, tehát főleg a bolt részig bezárólag. Megkérdezem, mi legyen a játékos neve. Most nem tudom meddig mutatni, hogy másfél perceket választottam minden játékból, hogy körülbelül egy random részt kijelöltem többnyire Vegasba, és azt kimentettem. Ez tűnt a legegyszerűbbnek, meg hogy ne legyen az, hogy elfogult vagyok. Ugye itt vásárolgatja az illető a tárgyakat, ugye ott van, hogy mekkora a súlya, mennyi az ára neki. Jó-e, megveszed, persze. De azt várom, hogy elinduljon a játék valamire, tehát ugye pajzs van benne, a fegyver van benne most. Igen, azért a Commodore verzió már néz ki valahogy. De animált sprite-okat ne nagyon várjunk benne. És amire sokan fikázni szokták, hogy ilyen moszkítókkal is kell harcolni, ez elég viccesen hangzik. De azért most így éjszaka megtapasztaltok ti is, hogy harcoltok velük szerintem. Tehát mennyi XP-t ad egy moszkító amúgy? Felett.
És így hány órakor van az, hogy annyi XP-t szerezzek, hogy már a teleportáció képessége működik? Simán megy. Jól van, akkor egy kicsit tovább lépek. Jobb szélen? És akkor nem biztos, hogy a kamerával látszódok, de nem baj. A Telengárd, a Telengárdnak rajzolta le, szerintem az édesanyja a készítőnek a borítót. Itt látta, hogy Apple 2 verzió, illetve egy Commodore 64-es változat. Az Apple 2 az lényegesen egyszerű, most elmagyarázom nektek, hogy az Apple 2 a színes képet hogyan alkotja a monitorra, azt nem sírva fakadnátok. Nagyon szívesen elmondom, mert én rohadt viccesnek tartom. Ez miatt van az, hogy van olyan, még egy fekete-fehér rátszó játékkal, és a csíkok ilyen, van amikor magenta, meg zöld színűek, mert a páratlan pixelek, hogyha nincs párja, akkor vagy zöld lesz, vagy magenta, vagy ha másik palettet használja, akkor vagy kék lesz, vagy nem türkiz, várjál, nagyon hülyes szín lesz abból is. Narancs színű lesz, és hogyha nem a megfelelő váltóbiten rendelkező fekete mellé rakod a zöldet, akkor ott lesz egy ilyen narancssárga átfolyás. Tehát eszvetlen bénán van megoldva maga ez a része, de hát így spóroltak ugye van a memória helyen. 82-ben jelent meg az Avalon Hill-ket, először persze is úgy, hogy kiszórták csak. 50 pálya, több mint 2 millió szoba van benne, 20 szörny és 36 varázslat, ami azért elég impozánsnak mondható ebben az időben. És az értéket a program random generálta, tehát nem az volt, hogy azt mondtam, hogy oké, erőre ennyit rakok, intelligenciára ennyit rakok, agilitásra ennyit rakok, hanem rakott a karakternek a fajától függően talán rakta össze, hogy milyen értékek vannak, és tenne, viszont újra kérhetem, hogy randomizálja, és amikor egy olyan volt, amit tetszett, akkor elindulhattam, de szabadon nem lehetett eldönteni, hogy mit szeretnék. A harcok ebben valós időben zajlottak, tehát nem az volt, hogy kényelmesen megvártam, hogy kiagyaljon, mi lesz, nem reagálni kellett mindenre. Ebben a játékban volt először Fog of War, tehát azokat a részeket, amiket még nem fedeztél fel, azokat sötétség borította, úgyhogy be kellett járni az egész térképet. Történet ebben sem igazán volt, tehát csak gyakorlatilag a jönkszer ki kellett is nyírni egy varázsot a legalsó szinten, aztán annyi volt az egész. Na nézzük, hogy nézett ki ez a játék. Igen, itt rakja össze a statisztikát, a nevet, illedelmesen, hogy megszólt, hogy uram. Szép lassan. Azért ilyen lassú a grafika, úgy, mert ezeket basicben írták, és a basic nyelv az kiemelten lassan történik. És ha van egy olyan sejtésem, hogy lehet, hogy ebben már sprite-ok azért vannak, csak itt se animálnak, nem minek. Úgyhogy ez körülbelül így néz ki. Képzelőröt azért itt is elég rendesen használni kell még. És kiírja alulra, milyen parancsot használtál, ami azért nem egy utolsó szempont. Menjünk tovább. Akaba World of Doom címmel jelent meg a játék, és egy ilyen rendkívül hatásvadász szöveg volt a borítón, amit látok, ez a Beware foolish mortal, they're passing Akaba the World of Doom. Tehát ez egy ilyen jó ilyen ork hangon tudom elképzelni, hogy bemondják. Ez egy szintén Apple túra fejlesztett játék volt, tehát ebből azért látszik, hogy az Apple termékek régen még értek is valamit, tehát inkább a programozóknak szóltak, nem pedig ugyebár a feltűnési viszketegsége rendelkező hipstereknek. Az IBM verzió pedig ugyebár az gyakorlatilag a DOS verziónak felel meg, hát az se volt sokkal fejlettebb grafikailag. Saját kérdés, mert CPC, igen. Az Ultima nullának is tartják, tehát ugye az a fejlesztő, ennek viszont még kvázi nem volt történet, még erre nem figyeltek, ugye ez is egy hagyományos dungeon crawler. Belső nézetes volt, tehát wireframe grafikát használt, és érdekes módon ez a DOS-on sem néz ki sokkal bonyolultabbul, tehát a szín igazából azt jelzi, hogy hanyadik szinten vagy. Azt mondjam, hogy a második szint volt az. Gyors billentyűvel lehet parancsokat kiosztani, ami rendesen meggyorsítja a játékot magát. Középkori angol nyelven kommunikált a készítővel, ami ugye az egész Ultimára jellemző volt. Rengeteg Dungeons & Dragons és gyűrűkora utalás van benne, későbbi részekben az Ultimában már sci-fi utalások is vannak, ugye. És élelmezni kell a karaktert, amit ha jól látom elírtam, nem? De jól írtam. Tehát az a lényeg, hogy kaját is vásárolni kell, és minden egyes alkalom, amikor megmozdulsz, akkor ugye kajapontot veszítesz, és ugye a boltokban tudsz, hogy kaját vásárolni a külvilágban. A külvilágban érdekes módon, ha jól tudom, nem fogy a kajapontot, csak amikor éppen a dungeon alján vagy, tehát hogy jól megszivasson. És hogyha éhezel, nyilván akkor az életedet folyamatosan csökken. Episode Basic-be írták ezt is. 10 ellenség típus volt benne, és gyakorlatilag végtelenítve volt a játék.
és ez így nézett ki. Ez, látjátok a színes csíkokat, ebből is látszik, hogy az Apple verzió. Hát, nem mondám azt, hogy túl látványos volt, de ha valaki tényleg bele tudta élni magát, akkor el az egyszerű. A Windowsnak a legalapabb képernyő kímélőjét és megalázó grafikát el tudja képzelni egy föld alatti katakombának mondjuk. Ha tovább lépünk, akkor most mondjuk az Ultima 1-nél, ezt azért vettem bele, mert az Ultima az gyakorlatilag az egyik, most itt kezdek igazából azok a nagy sorozatok, amik végigkísérték a videójátékok aranykorát is. Ennek a játéknak már volt grafikája, látjátok, annak érve, hogy milyen néz a színeket kódolni, az Apple II is egész jól néz már ki, a Commodore 64-es volt a legismertebb verziója, 81-ben jelent meg, és ez gyakorlatilag egy folyamatosan megjelenő játéksorozatán nőtte ki magát. Ha jól tudom, 2014-es az utolsó rész jelenleg. A főhős egy idegen volt, akit a földről megszólított maga a Lord British, aki nem más, mint a játéknak a fejlesztője. Ő így betésztette magát, és Sosariába érkezik, ahol négy földrészen 8 uralkodónak a kegyeit kell elnyerni, és mindegyiknél egy-egy kristályt megszerezni. És egy gonosz varázslót kell legyőzni, azt említettem, aki egy halhatatlanság amulettjét, ha jól emlékszem, birtokolja, és ha az amulettet elpusztítod, akkor ugye ismét halandóvá válik, és akkor lehet őt magát is legyőzni, és akkor lesz benne egy érdekesebb rész, amit mindjárt mondok, de van benne négy faj, az ember, a törp, az elf és a Bobbit, azért Bobbit a neve neki, mert ugye nem akartak ugye a gyűrűk urával kapcsolatban licenszáborba kerülni, de érdekes módon még az előzőben a Akabetben is ugye a Balrog volt eredetleg a neve a legutolsó szőnek, amit ki kellett nyírni, de utána valami Balrog vagy mi lett a neve neki, ne legyenek ugye jogi viták. A férfi vagy női az igazából nem számít, tehát a női karaktert a Fighter World is egy kigyúrt állat volt, úgyhogy valószínűleg egy jó szexi szereplő lehetett, sajnos túlságosan nem látszott a képen. Az életerő, az élelem, az XP és a pénz volt fontos, később ezeket ugye bonyolították, tehát már volt arany, ezüst és nem tudom, az apró pénz mi volt, biztos bizsúja logika alapján. És a felszín, az ellenfelek azok így random támadtak be körülbelül, tehát nem az volt, hogy belük sétált, hanem egyszerűen csak megtámadtak, míg a felszín alatt ugye sétálgattak a dungeonon belül. És volt a játékban egy rövid space shooter rész a végén, ez egy ilyen just for fun, valami 20 hajót kellett kilőn, és utána volt az, hogy visszakerültél a aktuális jelenbe, és akkor volt, hogy Lord British megajándékozott egy amulettel, és az a vicces az egészben, hogy ugye időutazásról szól játék, a végén visszautazol, még abban az időben, mielőtt az a gonosz varázsról kifejlesztette volna a kristályt, amit ő halhatatlan, csak az a vicces, hogyha visszautazok ugyebár a múltba, és kinyírom a varázsot, akkor már nincs ok arra, hogy megszólítsanak és belekerüljek a játékba, tehát egy paradoxon van, de a játék ezt úgy kezel, hogy nem vesz róla tudomást konkrétan. Tehát van egy Space Shooter, és az Ultima az így nézett ki a legelső. Gyakorlatilag ebből is azért a szöveges részek eléggé dominánsak. De az nekem nagyon szimpatikus, hogy a... Azt hiszem az Elizabeth kori angol volt benne a játékban, tehát ez is próbálta a hangulatot magát erősíteni. Ha jól látom, ez az NES verzió. A Commodore egy kicsit máshogy néz ki. Hát igen, ez így baromira izgalmas. Na, a név az legalább beszédes. Jó, nem tudom, hogy fog menni, vagy nem. A legtöbb ilyen játék amúgy úgy mentett, hogy kiírta a statokat, lejegyezted, aztán legközelebb beütötted, a lemezes játékokon általában tudtál menteni. Tehát ugye, na, azért van valami grafika, az a Legend of Zelda már egy picit jobban néz ki. Hát igazából a városokba kell menni, a városok szintén felülnézetből vannak, ugye. Kaja börtön, a királynőt ki lehet szabadítani jó pénzért, ennek mi a szerep a játékban, arra bevallom, hogy nem emlékszem. Menjünk is tovább. Másik ilyen jó nagy sorozat az a Wizardy volt, ami szintén Apple II, illetve IBM PC-re a DOS-ra jelent meg. Mondom, minden az Apple-ön kezdő, tehát ebből is látszódik, hogy azok, akik nem olyan programot akartak írni, amiben valamilyen ugrász platformok, hanem tényleg egy átfogó RPG volt, azok szinte mindezenket kezdték el fejleszteni a játékot. És utána nyilván portolták. Menjünk tovább. Szörtek adta ki 81-be, ez is egy játéksorozat volt ugyebár,
5 faj volt benne, 3 beállítódás. Ezt nem tudom, hogy magyarul hogy hívják. Ezt az evil, neutral, meg good. Ezt nem tudom, hogy mi a rendes magyar folytás. Jellem. Tehát a jellem, ami az érdekes, mert a... Nem tudom, hogy ebben van, hogy a pap karakternél a mágiát nem az intelligencia határozza meg, hanem a... Az a wisdomba van. Az akkor a következő lesz. Na, vannak itt szakértők, kérem szépen. És vannak elit osztályok benne, ami az érdekes, mert ugye az igazából 2 osztály keresztezve. Tehát egy bizonyos szint után ugye tovább léphetsz, például a ninja az ugye egy harcos, aminek rabló képességei vannak, ez még úgy megállja a helyet, a szamuráj ez egy harcos, aki varázsló képességgel bír. Én nem láttam, hogy a japán történelmet a szamurájak ugye varázslatokat döntötték volna, mert akkor ugyebár nem tudták volna ilyen könnyen leigázni őket ugye a világháborúban. Applesoft Basic szintén 90%-ban szöveges, tehát megint csak nagyon szereti ugye a képzelőerőnket használni, és ez egyszerűen egy tök jó dolog amúgy, mert pontosan hogy beletolnak mindent ugye high-tech grafikával a képünkbe, aztán igazából nem kell sokat hozzátennünk. Ez is Dungeon Crawler, 10 szintes. A történet az arról szól, hogy a Vernát nyírt ki, aki egy varázsló benne, és igazából a fő készítők a neve az Andrew megfordítva. Tehát próbálták saját magukat a készítők belerejteni, és ha jól tudom, a monogramjuk meg a térképeken van elrejtve. Hát jó, egy kis exhibicionizmus nem árt. Pedig itt nem is volt az, mint az Atari-nál, hogy nem lehetett beleírni a játékokba a neveket, de ezt majd elmondom, hogy hogy volt. Wizard az így nézett ki. Ja, itt már voltak csapatok is, tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy itt már nem azért egyedül vándoroltál, és azért 90 fokba fordultunk, ez még a Kamu 3D időszaknak az időszaka, mert ez mégis egy valódi, hát a harcok meg így néznek ki, ott már álló képek vannak, tehát nem látszik igazából nagy animációkat a történetbe. Tovább menve, Might and Magic Book 1. Ez az érdekes, hogy felraktam a Turbo Graphics változatot, hogy a japán verzió azért mennyivel másabb, tehát ugye a japán videójáték mindig abban volt másabb az amerikanizált európai verziótól, hogy sokkal személyesebb volt, sokkal inkább volt egy személyisége a karakternek, egy külleme, sokkal szeretőbbek voltak, és ez így miatt is volt az szerintem, hogy a harmadik generációt az NES meg a Sega domináltak, tehát a japán cégek, mert ugye sokkal inkább magadénak tudtad érezni magát a játékot, míg mondjuk az előtte lévő játék volt egy helikopterre, egy katonával, aztán cső. A Pac-Man volt az első játék, amiben érzelem volt, az égség volt, megjegyzem. De tényleg. És ez miatt annak már voltak női játékosai előtte, nem voltak, tehát a Space Invaders-ra nem játszottak nők például. Ez 86-os volt, sorozattá vált, ez egy sci-fi fantasy, tehát hiába vannak benne, tehát ugye alapvetőleg ugye fantasy, mert kardozgatunk, szörnyek vannak benne, varázsolunk, de van benne például egy űrhajó is, ha jól tudom. Tehát ez is olyan, hogy keresztezi már a két műfajt. Ebbe is a világ és a történetek fölött is a fejlődtek, tehát magában a sorozatban. Egy ilyen 3D-s perspektíva van benne, ami igazából egy labirintus. Tehát egy labirintusban mozogsz, fixen van rögzítve, de a tájak viszont itt már változnak. Tehát nem csak ugye a dungeon belül van a 3D, mondjuk egy erdőben, vagy ugye a városon belül ott a falakon mozogsz. Tehát mégiscsak azért már összetettebb. A harc az megint csak szöveges és körökre osztott, tehát nem abba ment el az energia. Apple 2-n kezdődött már megint minden, tehát csak már, nem az, már azért nem az Apple 2 verziót raktak, mert már rohadtul untam, bevallom. Tehát hogy mindig azzal indult minden. 6 kaszt és 2 típusú mágia volt, tehát a varázsónak a mágiái voltak ugye a pusztítók, ezekhez kellett az intelligencia, és a papé volt ugye a védelmező, a gyógyító, a negatív buff leszedő, és ugye az volt az, ami inkább a jellem alapján fejlődött. Tehát így nézett ki ez a dungeon része, ugye. És itt megjelentek olyan nem Dungeons and Dragons kasztok is, mint mondjuk a Paladin, vagy a... Nem is tudom, melyik volt végig egy kifejezetten egyedi, ami nem volt benne. Vagy az IJASZ. Hogy? Bevallom, itt azt csináltam, hogy beírtam YouTube-ra, és akkor leszettem egy gameplay gyorsan. Tehát... Igen. Az ilyen volt. Most egy kicsit egy olyan területre megyünk, a Dungeons of Dagorath, jól ejtem ki? Játékkal, ami... Na, én nem raktam ki képet, mert ez egyetlen egy konzolra, vagy gépre jelent meg, ez a TRS-80, illetve az annak az európai verziójára, a Dragonra jelent meg, ami egy elég egyszerű grafika lesz majd. A Tandy Corporation jelentette meg, és erre a két gépre volt összesen, ez nem is volt híres igazából, de ez is
elemek, de voltak benne érdekes elemek, amiket jónak találtam bemutatni. Ugye Wireframe 3D grafika volt ebbe, és ez a Camu 3D. A parancsokat be kellett gépen? A szemét. És ez egy Canon kamera hülyeség, és valamire is egy 20 perc után abba hagyja. De köszönöm, hogy szóltatok. Jó, oké. Okay. Tehát a parancsokat be kellett gépelni, ami egy kicsit lelassítja a dolgot, meg ugye ez a régen ez a Vic20 is kalandjárjuknál volt, hogy mindent be kell gépelni, és a gép a felét nem értette. Aztán ugye a szörnyek adtak ki hangokat, és minél közelebb voltak, annál hangosabban, ez ugye egy tök modern feature-nek számított akkoriban. Ez a hang, ez persze prüntjögésnek számít, tehát nem olyan, hogy ordítottak vagy valami. És egy dobogós szív volt az életerő, tehát az, hogy nem egy életerő csíkod volt, hanem hogyha közeledtek a szörnyek, vagy hogyha már elfáradtál, vagy ha már nagyon alacsony volt az életed, akkor gyorsabban dobogott, és ebből kellett rájönni, hogy mi mennyi időd van hátra, mennyi sebesülést tudsz kibírni. És ennek 2001 óta nyílt a forráskódja teljesen, ezért szabadon készítettek hozzá ugye új változatokat, mert portolhatták is, ha akarták. Ez így nézett ki, kérlek szépen. Ahhoz képest a TRS-80 játék viszont egész jó. Hát, hatalmas, minden kentervelő grafika, ott dobog a szívecske lent, ami nyilvánvalóan egy karaktere grafikus dolog. Itt még ezek a játék többnyire karaktergrafikusak voltak, tehát amit a billentyűzete be tudtál hozni, abból álltak. Ez így nézett ki. Hát nem egy bonyolult valami, tehát... Erről körülbelül ennyit lehet mondani. Szerintem most megyünk át arra a területre, amit jobban ismerek, az Adventure. Az Adventure ugye 79-ben jelent meg az Atari 2600-ra, és itt ugye meg kellett küzdeni a játéknak ugyebár, meg a konzolnak magának a korlátaival. Ami screenshotot választottam, ez az első ismert easter egg. Valójában volt egy Fairchild Channel F játék, amiben volt elrejtve a készítő neve, csak sokkal nehezebb volt előhozni. Itt is ugye beleírta a nevét a készítő, azért csinálta ezt kérlek benneteket, mert ugye az Atari nem akarta azt, hogy ellopják a jobb programozóit, ezért nem szerepelhetett a programozó neve a cartridge-en meg a dobozon sem. És ezért nagyon sokan ott is hagyták őket, és ők alapították később az Activision-t, de ő így fifikásan megoldott, hogy egy titkos szoba van a játékban, és hogyha oda eljutsz, akkor ki van írva, ki készítette a játékot. Hogy? Szerintem sokan játék volt a 2006-osan, ahol tojtak rá, csak csináld meg és adjuk ki. Tehát először ezt ötletet el akarták vetni, és az a vicces, hogy a Superman játékhoz használták fel a prototípusnak a forráskódját, és azt nem értem, hogy hogyan, mert tök más játék a kettő. A Supermanbe is mutattam amúgy, ezt majd be fogom mutatni az egyik másik játékkal együtt. Illetve lett volna neki egy továbbfejlesztett változata, az lett később a Sport Quest, amit szintén bemutattam, az meg ugye egy hatalmas bajnoksággal nőtte ki magát. Ez egy kincskereső játék, igazából is egy gonosz varázsló elrejtette egy aranygrált egy kastélyba, és vidd vissza a másik kastélyba, ez az egésznek az alapcélja. Igazából öt karakter van az egész játék, vagy te az avatár, a vándor, van ugye három darab sárkány, akik úgy nézek, mint egy kacsa, szerintem majd látni fogjuk őket, és egy denevérnek az a hobbija, hogy mindent fölkap és dobál. Tehát a kis denevér fölkapja a sárkányt, és azt is átviszi a játék egy másik pontjára. Tehát én azért megnézem, milyen combos denevér lehet az ilyen. Vagy maga a csupakabra, azt nem tudom. Ugye ezt mondtam, az első igazi easter egg, amiről tudunk. Akkor több mint 1 milliót adtak el bele, az egyik legnépszerűbb Atari 2600-as játék volt. Ja, itt a kacsa, nem is mutattam. És egyszerre csak egy tárgy lehet nála, tehát nagyon brutálisan bonyolult inventory-t van. Tehát ha a sárkányt meg akarod ölni, akkor meg kell keresni a nyilacskát, ami itt van a karakteren, és ezzel tudod leszurkálni, de csak akkor, amikor ugye a program az ilyen körökbe számol, mert ugye a grafika meg minden úgy van összerakva, hogy az egész játék maga követi a katócsugár csövet. Tehát magát, hogy hol tart. És amikor olyan körbe jár, amikor a sárkány nincs beállítva, hogy harap, akkor kell ezt szúrni, és ezt meg kell tippelni, hogy mikor van. Mert különben megesz. Félelmetes szerintem is. És van egy karácsonyi változat, ezt még ugye elmondom, tehát ez egy Hamru játék, amiben szerintem valami karácsonyi díszeket kell visszavinni. Aranyos. Tehát ott van ugye a denevér, és ugye vissza a kulcsot, meg a karaktert is felkapja, tehát azért elég egy glitchesen römtált a videót, az ott volt egy híd, a híd az arra jó, hogy rávisz a pályának, tehát az előtér, és akkor át tudsz menni a falakon vele. Tehát ez egy ilyen elég egyszerűen elkészített kis játékocska.
hogy egyszer én is kifogom. És ja, és amit észrevettek, ami nagyon fontos a 2006-osnál, hogy a felétől mindig tükrözve van a kép. Nagyon kevés játék, a modernebben, ami már plusz chip, azok tudták megoldani, hogy nem kell a képernyőt a felétől tükrözni, mert ha beállítod az old score módot, akkor nem marad a CPU-nak ide arra, hogy számolja mondjuk a karakterek mozgását. Hát jó, hát mit oldasz meg 128 byte memóriából, nem igaz? Menjünk tovább. Ezt kérlek tisztelettel, a Dragon Stomper, és ez egy rohadt ritka játék, és nekem az a szerencsém, hogy megvan. Tehát készült a 2006-oshoz egy olyan egység, hogy beledugod a cartridge slotba, és csatlakozott rá egy magnókodatás egységet, és akkor arról föl tudod sípolni, úgymond a játékot erre, és ebben már van azért két, azt hiszem 8 kilobájt memória van benne, tehát már azért lényegesen többet tud. És a Dragon Stomper az gyakorlatilag a legkomplexebb RPG erre a konzolra, de azért a grafikát látjátok, hogy az elég limitált itt is. Például itt van háromszorozás a fáknál, ami igazából egy sprite csak megháromszorozom, egy ilyen kótrükk benne. Nagyon összetett a konzolhoz képest, te egy sárkány vadász vagy igazából, gyakorlatilag a Skyrim-et megelőlegzi. A tárgyűjtésre helyezi a súlyt, tehát XP-t nem is gyűjtesz benne. Csak baltád és pajzsod van, mint fegyvered, és ami egy érdekes, a katonákat le kell fizetni, hogy tovább engedjenek, illetve később lesz valami, amivel át tudsz menni pénz nélkül is. Egy ilyen leolvasókártya, biztos nem emlékszem rá pontosan, hogy mi, de majd úgyis be lesz mutatva. Hát ez körülbelül így néz ki, tehát ez is egy rendkívül összetett külső játék. Csinálsz is valamit, vagy ez egy állóképlet? Ja nem, mozog, az jó van akkor. Tehát itt van a hatalmas daliás hősünk, aki ki fogja nyírni a sárkányt. Igen, 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 dagadók, tehát látod. És el nem tudom képzelni, a sárkány hogy nézhet ki. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. Vajon beleugrik a vízbe? Nem tudom. Most harcolni fog a izével, a kastéllyal, vagy mi ez? Na mindegy, hagyjuk. Majd megfejtem, és akkor az utolsó, amit még így hoztam, az a Advanced Dungeons & Dragons Cloudy Mountain, kihagytam egy betűt, jól van, hülye voltam. Ez az Intellivision-re jelent meg, és az Intellivision-re az érdekes, hogy annak ellenére, hogy nem sokkal bonyolultabb konzol, mint a 2006-os, egy nagyon bonyolult stratégiai játék megjelent rá, az a... megvan, basszus, hogy hívják, várjál? Sőt, azt még alá is írta a készítő a dobozát, várjál? Dondaglót csinálta. Két sziget van benne, és igazából két ilyen istent irány. Tehát az meg a Black and White-nak az elődje, ha úgy vesszük. Fú, de sehogy nem ugrik be most a neve valamiért. Eszvetlen. Nem. Most biztos, hogy eszembe fog jutni, hogyha már nem beszélek róla. Ez pedig az Advanced Dungeons & Dragons játék. Ez is szerencsére megvan. Felülnézetbe ugyebár egy térképen mozogsz, és amúgy ugye be kell menni a dungeonökbe, tehát magukba a hegy belsejébe. 82-ben jelent meg. Az első 4 kilobájtos a nagyobb Intellivision ROM, tehát egy nagy játéknak számított a konzolra. Egy koronát kell két részből összeartani, mint a Magyar Szent Korona ezek szerint, és két sárkány őrzi őket, ami különösen nehéz ellenfélek számít a játékon belül. Íjásszal vagy, tehát a közelharcon akkor is igazából az íjjal kell lövöldözni. Ez egy kicsit kellemetlen lehet. Külső térképe is a barlangok, ezt mondtam. És Fog of War van benne, tehát a dungeonnek azt a részét, amit ugye még nem fedezték fel, azt nem láthatod. Ami azért, hogy belerohansz az ellenfelebe és meghalsz. Ha az életedet az jelképezi, hogy milyen színű a karaktered. Először kék, vagy nem, fekete, aztán kék lesz, aztán vörös, és aztán kipurcam. A nagyon kemény ellenfelebe két lövésik a sárkányokban három a nyilakból. És hát ez így néz ki, nagyjából, tehát van mozgás benne, jajaj, most valamit ott, jó, ott bizergál valamit, az a három pont jelképez, hogy három élete van a csókának, tehát ez így néz ki. Igen, na. Tehát az előzőekhez képest a teljesítő. Ja. És akkor mi változott, ebben ki tudtok engem javítani, mert én annyira nem követem a modern játékokat, hogy egyrészt az online játék az nagyon felértékelőt én szerintem. Tehát látszik azt, hogy ma már az emberek nagy része az inkább szerintem úgy nyomja. A szöveg helyett a grafikán van a hangsúly, ez meg aztán tényleg egy tagadhatatlan dolog, hogy ma már azért az emberek nem is szeretek olvasni. Tehát azért is nyomom, hogy YouTube-on, mert most én leírhatnám a bemutatókat, de ki olvasná el, ki ez a bolond? Hát senki. Igen.
hogy a fizetős tartalom megjelent, az tuti, hogy itt is megvan már, meg a DLC, gondolom én. Tehát, hogyha ahhoz hülye vagyok, hogy egy normális karaktert összehozok, a kapuci hitelkártyával veszek valami olyan cuccot, amit senki nincs, aztán legyakok mindenkit, és én vagyok a Jani. Akkor ugye, most már ugye a csapatok fejlesztik a játékokat, ez egy nagyon fontos különbség, hogy én amúgy bevallom, hogy én az egyéni fejlesztéseket jobban szeretem, mert még csapatban gyorsabban lehet haladni, és összetettebb lesz a játék, az egyéni játék az mindig kreatívabb, mert ugye ott mindig a saját ötletét mindent bele tudod vinni, és nem akadályoznak meg benne. Max egy borzalmas menedzser, aki hülye hozzá, csak a pénzt látja. A fantasy toposzokat úgy vettem észre, hogy elhagyjuk. Tehát kezd egy kicsit, mint te nem az mondja, hogy a Dungeons and Dragons-on alapszik az egész, vagy a Tolkien lényein, hanem tényleg újakat találunk ki, újfaj fegyverek, vegyítjük a műfajokat. Tehát én találkoztam emberrel, amikor még annak, amikor képregényt rajzoltam, akkor azt mondták, hogy ugye a Warcraftból ugye az árnyelfeket kölcsönöztem, de ki volt akadva rajta, hogy hogy lehet, hogy egy ilyen sötét színű elf, az nem a barlangba jön, mert a sötét elfek ott élnek. Újra kell indítani, mert megint? Ülni? Meg kell rakni a hűtőszekrénybe. És akkor le is állt a képernyő? De csúnya. Én bírni szoktam. Ki is kapcsolt. De vicces. De az a vicces, hogy nem meleg. Tehát, hogy én nézem a kézzel, és... Igen, igen, igen. Na mindegy, mindjárt vége van, úgyhogy nem kell szenvednie. Elkülönült a modern és a retro vonal, tehát azok, akik még tényleg között a klasszikus fajta, főleg ilyen RPG Maker-ös jellegű RPG-ket nyomják, amik lényeges egyszerűen pixelesen, NES-szerű grafikával, meg ugye vannak persze ezek a rendkívül modern játékok, amik töretlenül csak fejlődnek és fejlődnek. Hát először is szeretném megköszönni a résztekre a fegyelmet, illetve ugye mivel rendkívül veszélyes dolog egyedül járni, ezért örölközött mindig vigyetek magatokkal. És még arra gondoltam, ezt így nem raktam bele, mert ide a régi dolgokat akartam begyűjteni, hogy megjelent a 2600-as egy játék, nem olyan régen, amivel egy nagy bajom van, nem tudom, dilemmázok rajta, hogy megvegyem, amikor legközelebb vásárolok majd az Atari Age-ről, hogy csak NTSC formátumban készítették el, tehát ez kellemetlen. Jó, hát a modern TV-ken nyilván nem lenne probléma, de mivel PAL konzolom van, meg PAL gépem, ezért elég furán fognak majd hatni a színekre, de az, hogy a játékek tök jól össze van rakva, tehát hol van a hakni, hát itt van. Itt, és akkor az utolsó videó lesz az, itt is van. Tehát én azt mondom nektek, hogy ez már azért valami, tehát a 2600 rész szintű játékot csinálni, password systemmel, meg mindennel, tehát azért, ugye az elején úgy kezdik, egy ilyen barlangba indul a játék, igazából az ellenfek nagy része az pont így néz ki, tehát semmi különös nincs bennük, csak valamelyik lő, valamelyik gyorsabb, meg a denevérek lesznek. Husi az föltölt az életerőt, azt már észrevettem. Én a külvilág részt nem tudok tovább jutni, nem tudtam rá, mit kell csinálni, mert letörtöttem ugye a romot nyilván. De van benne még boss csata is, tehát azért nem semmi. Mindjárt megkeresem a boss benne. Itt a boss azért, na! Azért milyen szép tüzetlő, azért mert ugye ezeket a lövedék sprite-okat csak vízszintesen tud nyújtani azért. És én itt vesztem el igazából, mit kell csinálni. Azért nézem, milyen térkép, ott a password, statisztikák azért. Gyerekek, hát azért... Körülbelül a Pong, hát egy kicsivel fejlettebb itt a Pong, tehát Space Invaders, a nagyon rusna Pac-Man átirat van rajta. Hát meg már igazából egy jobb mágdarálon is elfut, ha úgy akarod, de... Ez valami csótány lehet, nem tudom. De ha lesz, akkor bemutatjuk. Tehát. Igen. Azért a vizet figyeled, hogy fú, azért... Animál, rendesen. Na, akkor ennyi voltam, és köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a szerintem rendkívül izgalmas időszakot a videójáték történelemből. Köszönöm szépen a tisztelő figyelmet.